Az ajándékozás rendkívüli ünnepsége következik el a következő pár órában. Nagyon sok családban nagyon sokféle ajándékot fognak kapni gyermekek, szülők, nagyszülők, unokák, munkatársak, kollégák, és hát ebből az alkalomból én is egy ajándékkal készültem. Istennek egyik ajándékát szeretném megosztani veletek. Mielőtt azonban az alapígét elolvasnám, szeretném kérdezni tőletek, hogy amikor ti ajándékoztok meg valakit, akkor hogyha mondjuk értékelnénk 1-től 5 pontig, hogy mennyire fontos, az 5-ös az a legfontosabb szempont, akkor a következő területeket mennyire veszitek figyelembe vagy számításba. Tehát amikor valakinek valami ajándékot készítetek, akkor annak a kinézete mennyire fontos a számotokra, hogy az jól nézzen ki. 1-től 5-ig. 5-ös. Külleme is szép legyen neki, ugye? Tehát ahogy kinéz, igyekszünk szépen becsomagolni, nem csak úgy odaadjuk, tessék, itt van ez a fénykép, vagy ez a bármi, hanem igyekszünk ugye becsomagolni. Hogy milyen sokba kerül, az mennyire fontos? 1. 1-es? 2-es? Értem. 3-as. Köszönöm. Mennyire tartós az, amit adni szeretnénk, az mennyire fontos számotokra? Fontos. 5-ös. 5-ös? Ne selejtet adjunk, ugye? Tehát ez mindenképpen így van. Mennyire áll közel hozzád az, akit meg szeretnél ajándékozni? Ez fontos szempont, hogy mennyire áll közel hozzám az, akit meg szeretnék ajándékozni? Egy gyakorlati példa, hosszú ideje már egy kis fényképalbumot szoktunk ajándékozni hozzátartozóinknak, és fiam szortírozza most már ezeket szét 5-6 helyre, és hát elsőnek az ő kis tartóját, meg a nővérének a kis tartóját, azt jól telerakta fényképekkel, mert nem volt annyi fénykép, hogy minden album teljesen tele legyen. És akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez azért változtassunk ezen egy kicsit, tegyünk az unokatesókéba is, meg a nagyszülőkébe is több képet az övéből is, tehát válasszon oda. Hát nem nagyon keseredett el, de láttam, hogy úgy jól kipakolta a sajátját, és akkor fölpakolta a többiekét. Mondtam, hogy én nem arra gondoltam, hogy mindent pakolj ki a tiédből, hogy jusson a többieknek, mert a legfontosabbak, te meg a Magdi vagytok a számunkra a két gyermekünk, tehát maradjon nálatok az, amire vágytok. Csak gondoltam, hogy néhányat azért tegyünk még a nagyszülők fotótárába is. De közel áll hozzánk, ugye nem ugyanazt az ajándékot adjuk annak, aki közel áll hozzánk, mint annak, aki ugye egy távoli ismerősünk, de azért gondolunk ő rá is. És még egy szempontot szeretnék megkérdezni tőletek. Mennyire fontos számunkra az, hogy amit akarunk ajándékba adni, arra szüksége is legyen a társunknak, akit ajándékozni szeretnénk. Fontos. Ugye? Ez egy fontos szempont. Ne csak mi gondoljuk azt, hogy erre szüksége van, hanem hogy ő is vágyjon arra, amit ajándékba adunk neki. Hát, Istennek sokféle ajándéka van. Ma a legnagyobbról szeretnék nektek beszélni, és örülnék, hogyha ez minden nap a szívetek közepén lenne. Ez az ajándék. Két kifejezés lesz ez, és nem Jézus áldozatára fogok gondolni. Benne van Jézus áldozata is, de még ettől egy számomra nagyobb dolgot szeretnék megemlíteni nektek, ami lehet, hogy elkerüli a figyelmünket, de valahol kötelezni is fog téged és engem, mindannyiunkat valamire. És nem is evangéliumból fogok idézni, hanem Mikeás könyvéből, méghozzá Mikeás könyve 7. fejezetének az utolsó 3 versét. Tehát Mikeás könyve 7. fejezetének 18-tól 20. terjedő versei, az, amit szeretnék felidézni. És nagyon érdekes, hogy ószövetségi proféciák profétai könyvnek a végén szerepel ez az igevers, ez a néhány ige szakasz. Innen is majd egy kifejezést szeretnék összesen kiemelni. Tehát olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 18-tól 20-as versét.
Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Hűséget mutatsz a Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak, még az ős időkben. Amit szeretnék kiemelni kifejezést, gyönyörködik az, és mivel fejeződik be? Irgalmasságban. Én nem tudom, kiről mit szoktatok feltételezni. Nem értetek valamit, kicsit jobban megy a sora, vagy jobban a középpontban van egy illető, akkor egy kicsit el szoktuk irigyelni az ő dicsőségét, az ő előrejutását, vagy az anyagi erőforrásait, és ez olyan rossz érzéseket is kivált bennünk. Nem tudunk gyönyörködni igazán másoknak az előrejutásában, a mások örömében, és ez egy veszélyforrás. Itt azt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik abban, hogy valakinek örömöt szerezhet, és hogy valaki jut előrébb az életében. Persze, annak van szüksége ezekre a gondolatokra, és annak van szüksége Istennek erre az ajándékára, aki tudja, hogy irgalomra szorul. Épp gyerekekkel beszélgettünk kint, Mózes születéséről, és annak kapcsán beszéltünk erről, hogy Isten figyelt Mózesre. Ugye a fiatalokkal azt beszéltük át, hogy 90 napig rettegésben feküdt le Mózes édesanyja és édesapja, mert hogy mit tettek Mózessel? Rejtegették őket, és bármikor mi következhetett be? Keresik, kopogtatnak, elviszik a kisbabát, megölik, esetleg még a szülőknek is ebből komoly problémája származott volna. És mit kellett ahhoz tegyenek, hogy ezt a lelki terhet letegyék? Mit tettek Mózessel? Beraktak egy Mózes kosárba, és Mózesben elengedték. Egy kosárba, egy szurkozott Mózes kosárba, Mózesről nevezték el ezt a szurkozott kosarat, elengedték a gyermeket. És azután még mi következhetett volna be, hogy baj legyen belőle? Megeszi egy krokodil. Milyen baj következhetett volna még be? Elsodorja a víz? Belefullad a kisbaba? Fölakad valahol. Éhen hal a kisgyermek. Még milyen bajok következhettek volna be? Ha megtalálja valaki, megölik. Hát meg is találta az ellenséges király leány, igaz? Ő mi volt a törvény? Mit kellett csinálni? Meg kellett ölni ezt a fiú gyermeket? A királylány azt mondta, hogy én elviszem őt haza és felnevelem. Ezt mondta a királylány? Nem. A királylány megengedte, hogy visszakerüljön Mózes hivatalosan 12 éves koráig a szülőkhöz. De először el kellett engedni ezt a kisgyermeket, hogy visszakaphassák a szülők, és 12 éves koráig nevelhessék. És 12 éves korában mit kellett tenni a szülőknek megint? Megint el kellett engedni Mózest, hogy aztán visszakaphassa a nép. Sokszor mi nagyon vágyunk bizonyos dolgokra, vágyunk a lelki tisztaságra, vágyunk nagyon sokféle jó dologra az életben, de előtte el kell engedni ezeket a vágyakat, ezeket a terveket, ezeket a gondolatokat, hogy Isten tisztán adhassa vissza számunkra. Ne rejtegessük tovább a 90 nap után, hanem adjuk oda Istennek. Azért említettem meg ezt a történetet, mert Istenről kevesen gondolkodnak úgy, hogy gyönyörködik az irgalmasságban. Isten ezt az egész mózesi történetet tudta előre.
Tudta előre, hogy a fáraó leánya nem haza fogja vinni, hogy ő fölnevelje. Tudta előre, hogy vissza fogja szervezni Mózest az ő szüleihez. Tudta előre azt is, hogy a fáraó szíve is meg fog könyörülni ezen a kisgyermeken. A fáraó leánya is, úgy olvassuk az igében, hogy mit csinált, mondjátok fiatalok? Mózes, amikor meglátta a pici babát, meg nem csak megörült, megkönnyörült rajta, így is van, megkönnyörült rajta. Ez egy óriási dolog, mikor megesik a szívünk valakin, és azt mondjuk, hogy de hát ő is ember. Volt egy érdekes esemény az elmúlt napokban, egy konfliktus is keveredett több ember között abból, és mondtam is az egyik konfliktusos félnek, hogy figyelj, engedd hibázni a másikat. Ne várj el mindig a másik embertől tökéletességet. És méghozzá azért ne várj tőle el tökéletességet, mert majd te is rá fogsz szorulni arra, hogy ő előre megbocsásson neked. Isten Ádámot és Évát, mert itt ugye azt olvastuk az alapigében, itt az alsó, utolsó szó az micsoda? Ős időkben. Hát mindjárt lapozzunk is oda a Bibliában, ha már erre hivatkozik az ige. Mózes első könyvéből a 3. fejezet 11-től 15-ös versét fogjuk majd elolvasni rövidesen. Tehát Mózes első könyve 3. fejezetének 11-től 15-ös versét. Ádám és Éva bűnbeeséséről szól ez a történet, és most nem az ő bűnbeesésüket szeretném kiemelni, hanem szeretném megmutatni, hogy hogyan viszonyult Ádám Évához, Éva a kísértőhöz, és hogyan viszonyult Isten mindhárom szereplőhöz, Ádámhoz, Évához és a kísértőhöz. Nagy bűnt követett el Ádám, hogy evett a tiltott gyümölcsről, szerintetek? Ugye ez nagy bűn volt. De mi volt az alapigéből a kiemelkedő gondolat, amit én kiemeltem, azt a két szót? Gyönyörködik az irgalmasságban, vagy három szó, ugye a névelővel együtt. Gyönyörködik az irgalmasságban. Ádám bűnt követett el, hát ha mi lettünk volna ott, akik megteremtjük az édenkertet, bele a két különleges fát is, és hát a teremtményeink éppen Ádám is evett a gyümölcsről, Ádám hol vagy, kérdezzük ha fennhangon a kertben ezt a kereső kérdést, előkerül Ádám, ettél a fáról? Hát tudom, hogy ettél, ne tagadd le, ne beszélj itt semmi másról, mindjárt Ádámot büntetnénk. Aztán utána, ja, hogy Éva, te is ettél erről a fáról? Mindjárt őt is büntetnénk. És utána hát derül neki az, hogy miért evett Ádám és Éva a fáról? Nem csak azért, mert engedetlen volt, hanem mert... Rábiztotta. Tessé? Rábiztotta. Aha. Így van. Felbiztatták, rábiztatták, ahogy a mondja Ármándó. Nem magától találta ki Éva, hogy egyen arról a fáról. És Ádám sem magától találta ki, hogy egyen a fáról. Elsőnek és nagyon fontos tudnunk, hogy Isten miért gyönyörködik az irgalmasságban. Mert tudja, hogy minden egyes bűn, lopás, hazugság, félrevezetés, késés, pontatlanság, gonosz gondolat, rossz gondolat, sértődöttség nem az ember saját bűne. Minden egyes bűn, amit elkövetünk, hiba, vétek, az valakinek a felbíztatására történik. A sátán műve az, hogyha mi hibát és bűnt követünk el. Isten nem úgy tekint rátok, rám, senkire, hogy mi vagyunk a fő bűnösök, hanem azt látja, hogy bennünket valaki elcsábított, félrevezetett, megkísértett, és mi ebben a kísértésben estünk el. Magatokat, bár Pál apostol azt mondja, hogy bűnösök közül első vagyok én, de olyan mértékben ne hibáztassuk magunkat, hogy mi nagyon-nagyon gonoszok vagyunk. Lehet, hogy azok vagyunk, és lehet, hogy sok bűnt követtünk el. De ne írjuk le soha magunkat, hogy nekünk már úgyis mindegy. Nekünk már úgysem sikerülhet. Nem.
Isten hatalmából adódóan bármikor visszakerülhet az ember egy nagyon szép magas pozícióba, lelki értelembe is. Nos, hát akkor miről is szól ez a Mózes első könyve harmadik fejezetéből a 11-től 15-ös vers? Így szeretném ezt felidézni nektek. És méghozzá azért olvassuk el, hogy figyeljétek meg, hogy Istennek a bűnbeesés történelmében kihez van az első szigorú és negatív következmény szava. Tehát kihez beszél először úgy, hogy elmondja, hogy mi a következménye. Olvasnám akkor a 11. verstől. És mondta az Úr, ki mondta néked, Ádámnak, ugye, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melyről eltiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. És mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj és port egyél életed minden napjában. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Isten jogosan haragudhatott volna Ádámra. Jogosan haragudhatott volna Évára. Nem csak azért, mert ettek a gyümölcsből, és ezzel bűnt követtek el, hanem Ádám nem azt mondja, igen, ettem, Istenem, nagyon sajnálom, hogy nem fogadtam szót neked. Éva sem azt mondta, hogy Istenem, igen, ettem a fáról, nagyon sajnálom, hogy engedetlen voltam. Mind a ketten megmutatták, hogy miért ettek a fáról. De a büntetést kinek mondja el Isten először? A kígyónak. Hát nem a főbűnösnek kell először elmondani a büntetést? Vagy akkor ki is a főbűnös? A sátán, a kígyó, aki jelen pillanatban a sátánt jelképezi itt a történetben. Amikor valaki veletek szemben hibát követ el, akkor mindig gondoljatok arra, hogy nem ő a főbűnös, hanem az, aki erre a bűnre rábírta. És Isten azért gyönyörködik az irgalmasságban, mert rátok, rám, mint emberekre, nem úgy tekint, mint akik a fő bűnösök vagyunk, hanem úgy, mint akik áldozatok vagyunk. Emlékeztek arra, amikor Jézus azt mondta, hogy nem kárhoztatni jöttem a világot, hanem azért jöttem, hogy az elveszettet megkeressem, a betegeket gyógyítsam, a megkötözötteknek szabadulást hirdessek, a foglyoknak megint szabadulást hirdessek. Tehát azt tudjuk mondani, hogy Isten gyönyörködik az irgalmasságban. Szerintem ez a gondolkodásmód, ez a látásmód Istennek a legnagyobb ajándéka számunkra. Ebben bent van Jézus áldozata is természetesen, és bent van az is, hogy minket ő megváltott, és vissza fog helyezni arra a pozícióra, amit elveszítettünk. Az utolsó történet, amit szeretnék felidézni ma számotokra, és bocsánat, hogy nem leszek hosszú, az adós szolgának a példázata. Ez a történet Máté evangélium 18. fejezetében is megtalálható. Máté evangélium a 18. fejezetéből, majd a 24. verstől kezdődően fogjuk az igét olvasni, ami arról szól, hogy Isten tényleg gyönyörködik az irgalmasságban. És bármi történt veletek az elmúlt évben, bármi az, amit szeretetek volna kitörölni az élettörténetekről való feljegyzésben, mert azt ugye mindannyian tudjuk, hogy Isten feljegyzi az összes cselekedetünket.
Nem csak a jókat, a kevésbé jókat is. Azokat is, amelyek rosszul sikerültek. És azokról is, amiről a házastársunk sem tud, azokról is, amiről az édesanyánk nem tud, vagy a gyermekeink, mindent feljegyzett. De elérkezik az év vége, meg alkalomról alkalomra az úrvacsora, és ezeket szeretné, ezeket a tartozásainkat, ezeket a hátrányainkat teljesen eltörölni. Ugye erről fog szólni az adós szolga példázata. Természetesen még mindig kérdés az, hogy ti érzitek-e, hogy szükségetek van Isten gyönyörű irgalmára. Mert annak az embernek, aki azt mondja, hogy én elég jó vagyok, én elég okos vagyok, én elég sok jót tettem, én soha nem bántottam meg anyukámat, én mindig jól tanultam az iskolában, én mindig jó nagymama voltam, mindig jó édesanya voltam, mindig jó feleség, mindig jó férj voltam, és én teljesen elégedett vagyok az élettel, és Istenem már csak az örök élet vár rám. Annak ez az igen megint nem jelent semmit. De ha van egy bűn is, ami miatt nekünk el kellene kárhoznunk, akár ma is, akkor szükségünk van Istennek erre az irgalmára, és ezt merjük is elmondani neki. Most karácsonykor is, ne csak azt köszönjük meg, hogy megszületett értünk, hanem azt is köszönjük meg, hogy ő gyönyörködik az irgalmasságban, és mosolyog a szemetekbe ma is Jézus Krisztus. És azt akarja, hogy ugye az én irgalmasságom az jót tesz veled. Így szól tehát az idézendő igeszakasz Mikeás, vagy Máté evangélium a 18. fejezetéből, a 24. verstől kezdődően, majd meg fogok állni az igében. Mikor pedig számot kezdett vetni az ő szolgáival a gazda, hoztak elé egyet, aki 10 000 tálentummal volt adós. 10 000 tálentum, ezt akkor aranyban, ezüstben mérték, 45-50 kilogramnyi nemes fém, arany vagy ezüst, és ez 10 000-rel megszorozva. Ez nagyon-nagyon sok pénz, tehát valószínűleg, hogy egy utánfutó nem lenne elég hozzá, egy kamionra kellene ezt felpakolni nemes fémből. Nem tudván pedig fizetni, nem tudta elrendezni ezt a tartozását, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és feleségét és gyermekeit, rabszolgának, ugye, és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Hát amennyit lehet ugye fizetni ebből. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött neki. Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig, megszánva azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az ő adósságát is elengedte néki. Mit ígért a szolga? Mindent megfizetek. Van erre esély? Kijönne most nektek egy 3 millió forintos csekk? Vagy 10 millió forintos csekk? Be tudnánk azt fizetni? Egy év alatt? 10 év alatt? Nem valószínű, hogy be tudnánk ugye fizetni. Milyen volt itt a példázatbeli úr? Mit tett ezzel a szolgával? Elengedte. Ugye? Megszánta. Nagyon fontos. Építsük föl. Megszánta. Isten először is megszánt bennünket. Hordozzuk még egy kicsit a súlyát a dolognak. Ez a sorrend. Isten felépíti, hogy igen, ezt te követted el. Te halmoztál föl ennyi tartozást. Hányszor mondtam, hogy jól viselkedjél? Hányszor mondtam, hogy másként tegyél? Hányszor mondtam, hogy szépen beszéljél? Hányszor kértelek erre, arra, amarra? És hát jaj, hát nem sikerült. Uram, hát most se sikerült, hát bocsáss meg, stb. És most már azt mondta Isten, hogy vége, nincs kegyelem tovább. És ez a szolga azt mondta, hogy Uram, mindent megfizetek néked. Nem tudta megfizetni. Megszánta ezt a szolgát, elbocsátotta, elengedte, ugye, és az adósságát is elengedte neki. Ez olyan szép dolog Isten részéről. Isten nem őrizget velünk szemben rossz érzéseket. Nem őrizgeti a tartozásainkat. Tehát, ha bárki lelkileg meg van terhelődve, egy valamiben biztosak lehettek.
ha ti kértétek az ő bocsánatát, és könyörögtetek az ő bocsánatáért, akkor Isten azt mondja, hogy rendben van, megbocsátottam. Ugye, amikor beköltöznek oda hozzánk a családok, ezek a derék fiatalemberek is, akkor azt szoktam mondani, nem érdekel a múltatok. Nem érdekel, hogy mit csináltatok eddig. Az érdekel, az fontos, hogy mostantól mit tudunk fölépíteni. És még az is lehet, hogy itt is fogtok egyszer-kétszer hibázni. De egy valamiben biztosak lehettek, hogy szeretni fogunk benneteket. Az Isten vár ma is benneteket. Megkérdezi tőletek, hogy szükségetek van-e az ő irgalmas kegyelmére. Ő szeretne ma gyönyörködni bennetek, mert oda mentek hozzá. És azt mondjátok ezen a karácsonyi ünnepen, hogy nem csak azt köszönjük meg Istenünk, hogy megszülettél 2 évezreddel korábban, hanem azt is köszönjük, hogy te olyan tulajdonságokkal bírsz, hogy gyönyörködsz az irgalmasságban. És itt van ez az adós szolga is. Oda ment Istenhez, és kérte, térdelve, hogy Istenem, tudom, hogy felhalmoztam nagyon sok bűnt az életemben, nagyon sok a tartozásom veled szemben. Nem tudom megfizetni. És Isten megszánta ezt a szolgát, és azt mondta, hogy eredj el. És elengedem a tartozásodat is. Nagy ajándék ez? Nagyon. Többet ér a pénznél? Többet. Visszakapta a szabadságát, mert eredetileg ugye rabszolga lett volna belőle, a családjából is. Semmi tulajdona nem maradt volna. És hát ebből is a tartozásának egy töredékét tudták volna megfizetni. És még mindig tudhatta volna azt, hogy az egész életében, ameddig dolgozik, rabszolga kell, hogy legyen. De Isten azt mondta, hogy nem, én ezt nem akarom. Én fel akarlak szabadítani. Én nem csak azt akarom, hogy te szabad legyél az én országomban, hanem azt akarom, hogy a tartozásodnak egyetlen egy terhét se hordoz tovább. Szükségetek van erre az Istenre? Nagyon. Mertek mellette dönteni az új évben is majd. És ünneprontás lenne a történetet tovább olvasni, úgyhogy úgy döntök, hogy nem olvasom tovább. Ismerjük a folytatását szerintem többen is. Jeremiás könyve 9. fejezet 23-tól 24-es versét olvasnám el zárszóul. Jeremiás könyve 9. fejezet 23-24-es verse. Nagyon nehéz sorsú volt ez a proféta. Ezt mondja az Úristen. Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével. Az erőse dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedni szeretne, hogy értelmes, és kicsit megfordítom a hangsúlyt, és engem ismer, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Istennek vannak érzései, és ő szeretné jól érezni magát. És ezért 3 dolgot sorol fel, amit gyakorol a földön. Mi az első? Ismerem. Mi az első, amit gyakorol ezen a földön? Kegyelmet gyakorló Isten vagyok. Utána ítéletet gyakorló, és igazságot gyakorló. Nagyon érdekes ez a sorrend. Elsőnek gyakorlok kegyelmet, aztán ítéletet és igazságot. Egyébként ez a földi történelem. Ádám és Éva nem halt meg, Isten kegyelmet gyakorolt. Noéknak megengedte, hogy tovább éljenek. Jézus Krisztus nem kárhoztatni jött, hanem kegyelmet hirdetett. De Isten eljön a végső ítéletre. És utána egy olyan földet, egy olyan világot teremt, ahol csak igazság foglalkozni.
és senki nem akar nagyobb lenni a másiknál, senki nem akarja leuralni a másikat, senki nem fog irigykedni arra, hogy az Atyafiú Szentlélek netán miért tesznek mást is, mint amiről mi nem tudunk, hanem bizony egymást szeretni és megbecsülni fogják az emberek. Tudjátok, hogy mit kell tenni, hogy ennek az országnak ti is a részesei legyetek? Hogy ennek az Istennek ti is a gyermekei legyetek? Legyünk mi is ilyenek, mint a Jóisten. Amen. Amen.